77. alkalommal találkozik egymással az élvonalban a Fehérvár FC, illetőleg a Diósgyőr. Amiben közös egyébként a két csapat az az, hogy mindkét gárda kikapott az előző fordulóban. A vendégeknél Pozsek Váncás, illetőleg Edombonyi vannak 3-3 találatnál. Flores szerzett labdát. Katona, Kodró, jön Sőn, és középen ketten érkeznek. Most a lövés! Oldalháló. Legutóbb ugyanakkor középre cserélték be. Ő kapja vissza. Akvalace, Edombonyi háttal a kapunak. Gerának a legurítás, még tovább lesz ebből kapura lövés. A csel jó, Pernambuco és Tóth öklözött bele. Megint Pernambuco, ezt meg kifejeli Christensen. Szatmári vissza. Stephen elvállalja. Tóth megint. Floresszel több gond is volt Debrecenben. Több labdavesztés után is komótosan cammogott vissza, és most megint elveszítette a Fehérvár. Akolace elvővi, Tóthról kijön a labda, méghozzá rossz helyre hazai szempontból, aztán ment egyes párgáza megint. Vallejo. Nem jó az indítás, így viszont igen, mert Csongvai elcsúszik. Pozsek Váncás tette tovább, most a tekerés, Tóth újabb védése. Bese. Christensen húz befelé, ő nem fog lőni, Katona viszont lőhet, főleg ballal! Ogyincov! Katona másodszor már ez jobbnak tűnik, Sőn. Sőnt engedik. Christensen. Lesz lövés tőle. Igen, visszahúzza és gólt lő! Úgy húzza vissza, hogy Ogyincovnak a reakció ideje az már nem elég arra, hogy odaérjen. Remek egyéni alakítás. Jó volt az átvétele Katonának. És visszaszereztek. Christensen oda pattan Katona elé. Az lövőhelyzet. Katona Ogyincovról jön ki. A kipattanót viszont megint beütik a fehérváriak. Ugyan elveszítette, de visszatámadott Katona. A lövése kijön Ogyincovról, de pont középre, amit tanítanak, hogyha valahova ne, akkor ne oda. És a fehérváriak lendületből gyorsabban eszmélnek. Vallejo nem tud kapura fordulni, nagyon betömörülnek most a hazaiak. Csak Kodró van elől. A többi 9 mezőnyjátékos a 16-os környékén. Jó a fejes, Tóth bravúrja megint. Gyurek, ő meg csak simán elveszíti. Flores megkerülős csele, Farkasnak pedig van egy sárgája és elüti az ellenfelet. Ez kiállítás. Flores harcolja ki, itt pedig elüti az ellenfél térfelének a közepén Farkas. Egy olyan mozdulatta, hogy nem az, hogy picit így odalép. Stephen Evel, Tóth Balázs. Katona, Castráti kap egy jó labdát, és nincs lesen. Castráti elgurítja 3-0. Katona adja a gólpaszt, nincs les, és egy átvétel után simán elgurítja Ogyincov ballába mellett. A Fehérvár úgy tűnik, hogy a debreceni kisiklás után visszatér arra az útra, amit előtte elkezdett, nevezetesen, hogy rúg 3 gólt és nyeri a meccset. Ha megáll 3-nál egyáltalán a Vidi, mert Kodró teszi ki oldalra Christensennek. Többen kérnék a hosszú oldalon. Kodró kapja, 4-0! Christensen, gólpassz, Kodró dupla. Azért onnan abból a szögből ez klasszis megoldás. Flores hogy megy rá? Szatmárinak van sárgája, akkor őt is ki fogja állítani Bognár. Kettős ember hátrányba kerül a Diósgyőr. Hát az viszont talpalás. Ez elsőre nem volt meg. Még kiemeli Karamokónak. Jó az átvétele. Inkább az alafonal felé, mint a kapu felé. De még ebből lehet valami. Fél perc hátra. Egy tekerés. Csapódott, de végül